Na, ez is egy érdekes verseny lesz. Megint előkerülnek a Suzuki. És mind a ketten fehérrel jöttek fel, az nem Akkor baj. ugye Bicskei a, ő az indikár. Vörös gyerek. Krisz? Én Bicskeit figyelem. Bicskei Nekem az mindegy, majd indikár bajnok, hogy igen, indikárban akkor rá is versenyzett, és egymásra elég figyelni. jól. Elég jól versenyzett. Akkor ő azért hozzá van szokva az utcai pályákhoz, ami azt jelenti, hogy itt talán lehet egy kis előnye, de hát ez nem indikáros autó, hanem Suzuki Swift. A Swift. Ami a mi autónk. Veres az fájászik. Igen. Na és akkor nézzük, nézzük, hogy mi fog történni, vajon nem vajon a csoportban. Nézzük a rajtot. A Suzuki Swiftek első kerék meghatások 70 lóerősek, és könnyűek, 98. és elindulnak, és nézzük, egyszerre kapják el a rajtot. Hoppa, Bicskei menne megjelent a falnak. A korrigált. De korrigált, Veres nagyon szépen füzögeti eddig, op, Veres de közel volt a falhoz, ami valójában Bicskei volt, de mindegy. Ugye Bicska az egy város, Bicskei az meg a neve. Az meg Bicskei Zsolt. Igen. Veres Bicskei Zsolt. Bicskei kanyarodik Veres repül, igaz? Igen. Se repülnek, hallod? Hát de ez ugye max 80-nal, ha odafelé érnek. Az, ennyi lesz az a stopcar 130-szal megy odafel. Ugye most Bicskei vezet, de hát ez volt az első kör, egy másodperc előnye van, amely valószínűleg nem lesz elég neki, nem lehet elég. Hát ki tudja, hogy ezek az autókkal mennyire tudnak azonos időt futni. Ja tényleg, ezt még nem néztem meg össze, de nem mondom, de most ki fog derülni. Ki fog derülni, nagyjából de Bicskei jön. Nem, szerintem Veres vezet, jön. Veres vezet. De jön Bicskei. Ú, de szépen vette Bicskei ezt a kanyart, és aki is pont nem falazott. Olyan szépen vette. Nem. De én mondjuk ezt nem láttam. Ez most a ráfordító, na igen. 4-12 között a különbség. Nézem a köridőket, 30,8 veresnek, Bicskének 30. Hát mindegy. Majd a végén kiderül, úgy sincs még sok nekik. Ugye jön most a harmadik kör, most igazság szerint Bicskeinek egy olyan másodperc 1,2-vel kéne vezetnie ahhoz, hogy a végén meg neki. Tudja tartani. Most 1,2 a második szektornál, de a cél egyenesok számítani, és most az előnye 1,5 tized, előbb 1 másodperc fölött 4 tized hátránya volt. Az azt jelenti, hogy 1,5 tized, de már megfoghatja az első helyet. Megfoghatja. Vagyis Veres Mátét. Megfoghatja Bicskei az első helyet. Megfoghatja Veres Mátét Bicskei. Bicskei vagy Veres? Tuzukinek jobban fekszik a belső ív. Szoros lesz, de nem vagy elég, Veresnek. Nem volt elég Bicskeinek a második kör. Tudja, ki tudja. Na. Jó, és hány fal volt most ez a lényeg? Veresnek egy vágás, egy fal, tehát semmi még. Semmi, Bicskeinek? Bicskeinek kettő volt. Mondjuk itt az utolsó ugye, is ott eltalálta. Vannak, akkor jön a következő vers. Hú, egy meg. De már nem, azt nem tudod. Veresnek egy győzelem. De két győzelem már elég a továbbjutáshoz, mert mindenki három ellen megy. És valaki hármat jön. De két győzelem elég? Jó, én igazad meg. Ketten nem tudnak hármat nyerni. Na most megint jól jött a rajtnál, jobban mint öröm. Nem. De nagyon szorosan fordulnak, ugye ez a legrosszabb autó itt a mezőnybe. De jó, hogy ezzel nem kell mennem, köszönöm Istenem. Majd lehet, hogy kell menned később. Hát azért, de hát biztos nem, hát kikaptam. Másodiknek fog tovább jutni. Vagy tovább se jutom. De ez volt a célod? Igen. Jó, akkor, ha tovább jutnál esnek, akkor szóval rúgtak le. Igen. Ja, mert taktikázás, tudod? Nem is néztem még ilyeneket, hogy mit fogok kapni, és ha vélek a tovább. Felírtam egy papírra, hogy mikkel fogok menni majd. Egészen ez pedig, ugye ez elég bátor próbálkozás. De hát a versenyre visszatérve, Dankos szerintem vezet. Azt, hogyha Bicskei véletlen elver, akkor hol is törölted a dolgokat a papírodról? Igen, adok el akkor mindent, tudod. Na és nézzük, mert ez a kör fog számítani. Ez a kör már ez számít. Szoros lesz. Soros lesz, mert Dankos még nem falazsol. És Dankos vezet. Dankos 6-10 másodperccel vezet, de most majdnem neki csúcsant a falnak. Veles is elfékezte ezt a kamion, de nem menne ki a falnak. Bejövök majd stokkára. Még rosszabb. Dankos nagyon szépen befűzögeti a autót, de Veres sajnos nem látom, mert azt nem én nézem. De nem baj. A Dankos szerintem vezet.
is. Igen, de Angus azért már elég meggyőző előnyel vezet. Hiába most ő volt a rövidebb íven, de ez nem számít, mert azért van előnye rendesen, és most majdnem neki csúcsant a falnak. Majdnem megpöckölt egy kicsit a falat. Dankos, nagyon jó vezet, nem ezt szokhatjuk meg tőle a Forma 1-ben. Igen, én őszintén elmondva, én azt láttam meg tőle, hogy ki fog esni, miután meg a Forma 1-ben is ki fog. Igen. Na és nézzük a befutót, vajon Dankos előnye van Veressel szemben, És Veres van előrébb. Veres van előrébb, de a külső éven jobban tud kigyorsítani, de nem! Veres nyert. Veres ezt nagyon komolyan visszahozta. Veres az utolsó kanyarokban megnyerte! Négy tized másodperccel végül Veres nyert. Na és akkor nézzük a versenyt. Megint a bokártokkal megyünk. Gyűlöd a piros lámpa. És elrajtol. Veres jobban jött. Igen. Húszakás. Nézzük, Veres falazik-e. Négy körül, pedig Veres 2-2-t nyert. Meg lehet neki a harmadik, hogy a szakácsot elveri. És akkor szakács pedig kiesik. Hogyha ezt nem nyeri meg. Igen, a Dankos ellen nyert volna, akkor ő itt tovább. Igen, ha a szakács ezt nem nyeri, akkor ő kiesik. Nagy szakács, nyomás. Hát nem nagyon neccesen van ott, ez nagyon szoros lesz. Lassan vette az utolsó, ugye az első kanyart, nagyon. Veres Máté el is húzott tőle. Nagy meglepetés lenne, hogyha a szakács kiesne rögtön. De mondjuk Veres Máté is nagy a nyomás, azért nem akárki. Veres már biztos továbbjutó. De az is kihívás. Ez szoros, ez nagyon szoros. Nézzük. Más mellett a ketten. Egy tized. Hát. Igen, az is mutatja, hogy jó csoport ez, hogy ebben a versenyben még most nem is volt kettőjük között egyik se falazva. De ez nagyon szoros lesz. Uff, Veres, nagyon nagy az előny. Hát még nem olyan nagy. Előbb, mintha több lett volna, előbb 1,5 volt, csak 1,4. Na, ez szoros utolsó kör. Nézzük, hogy szakács kiesik, vagy tovább jut. Hát én nagyon meglepődnék, ha nem jutna tovább szakács, Bence. És nem falazott eddig, ha jól tudom, egyikőjük se. Ó, szakács előrébb van. És igen, ez be fogja húzni szakács, Veres meg is csúszik. Szakács tovább jut, és Veres is. Hoppá. Ha Dankos elveri Bicskét, akkor Veres kiesik. Dankos is tovább is jut. Ő is tovább juthat. Hát igen, hogyha Dankos nyer, akkor ő jut tovább is Szakács Bence. Akkor nyertem. Te már tovább jutottál. Ah, az egy... De hogyha Dankos nyer... Hanyadik helyen vagyok eddig? Akkor Veres kiesik. De nehogy én nyerjek, nehogy én jussak tovább elsőnek, légy szíves. Nem hát, igaz. Ha Dankos nyer, akkor ő jut tovább elsőnek. Ez az. Hajrá, Dankos! Hát jó, ez unfair. Hajrá mindenki. Aha. Magadon biztos nem ezt mondod.